Klassz FM, a rádió. Jaj. Hello, hello. Hát szevasz. Milyen a mai napod? Túl vagyok egy tévés forgatáson. Aha. A zenekar a Roma Szóla. Most a szívem csücske a Roma Szól. Másfél éve szerettem volna valami olyat csinálni, ami egyedi. És én nagyon sok mindenkit kérdeztem a szakmából is, például Geszti Petit. Csak mondtam neki, hogy te kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha az autentikus roma zenét valami nagyon modern, trendi dolgokkal kevernénk össze. Aha. És hát ő azt mondta, hogy az óriási ötlet. Az ő kezéből már sok minden kiment úgy, hogy arannyá vált, úgyhogy én elfogadtam a tanácsát. És kicsit vissza az időben, mi volt a legnagyobb gyerekkori álmod, és az megvalósult-e már mostanra? Meg! Na tessék, mi volt ez? A legnagyobb gyerekkori álmom, én nagyon szeretem nagyon régóta a gospel zenét. Uh-huh. Nekem az egyik álmom, hogy egyszer egy igazi amerikai feka gospel kórussal énekelhessek együtt. Aha. És hát ez tavaly decemberben megvalósult. Egy virginiai 35 fős gospel kórussal énekeltem három állomáson itt Magyarországon. Van olyan a bakancs listádon, vagy álomlistádon, vagy céllistádon, ami nagyon távolinak tűnik, de szeretnéd megvalósítani? Szeretném lefutni a 42 kilométeres nagy maraton. Aha. Mit teszel meg ennek érdekében ma? Ma semmit. Na de mikor kezdesz el futni? Van-e futócipőd? Nem, de igen, járok már, tehát edzek, csak ma pont nem megyek. Azt is tudom, hogy van három gyereked, de kicsit vissza a te gyerekkorodra. Te mennyire voltál rossz gyerek? Nekem fantasztikus gyerekkorom volt, mert én ugye egy faluban nőttem föl, Karancslapújtőn. Gyönyörű hegyek veszik körül a kis falut, és ahol én laktam, a Dudkoson, az volt a neve, hogy Dudkos, ilyen mesebeli, mindig együtt voltunk, és mindig együtt játszottunk. Ha Roma volt, ha nem Roma volt, mindannyian mindig együtt. Kimentünk az utcára, az ilyen mellékút volt, és ott ritkán járt autó, és mindenki ismert mindenkit. Volt olyan, hogy az unokatesóimmal egymás mellett laktunk, hajnal 5-kor felébredtünk azért, hogy a kutyákkal kimenjünk az erdőbe, hogy lássunk őzeket, szarvast, stb. Én nagyon élveztem ezt a gyerekkort. A tanulással volt egy kicsit nehezebb, de szerettem egyébként tanulni, csak nem voltam annyira szorgalmas. Mi volt a kedvenc tantárgy? A kedvenc tantárgyam az irodalom volt. Nagyon szerettem a történelmet is. Ha már említetted a történelmet, melyik korban élnél szívesen? A krisztusi korban szívesen élnék. Aha, hány éves vagy most? 28. Hát akkor még van három, vagy akkor még van pár éved. Ja, 33 volt? Persze. Aha. Én nagyon szeretem olvasni a Bibliát, és én elhiszem azt, ami ott van, és annyira jó dolgok, csodák történtek ott, és jó lenne azt megélni és meglátni. De egyébként én hiszek abban is, hogy ezt most is meg lehet élni, úgyhogy én abban a korban szívesen élnék. Mikor kezdtél először zenével tudatosan foglalkozni? Az óvodában 4 éves voltam, és... Mikrofon volt a jeled? Hát, de nem is értem, hogy miért nem az volt egyébként. Mi volt? Fakanál. A csillagszemű juhásztattuk elő, és én voltam a király. És utána énekelnem kellett népdalt. Aha. Egyedül nekem. Mi volt az a népdal, tudod még? Fú, talán a tavaszi szélvizet áraszt. Aha. Utána elkerültem suliba, és ott az énektanár néni, Kotrosz Márta néni, még most is emlékszem rá, ő elvitt engem egy énekversenyre. És hát azt megnyertem. És egészen ilyen hatodikos koromig csak népdaléneklési versenyeken voltam, és utána nyílt ki, mikor 7-es, 8-as koromban nálam a könnyű zene. Kinyitotta ki a könnyű zenei ajtókat. Otthon olyan jó zenéket hallgattak a szüleim, Stevie Wondertől kezdve, Luther Vandross, a régi nagyok Bonnie M, a régi slágereket, a retro zenéket is nagyon szerették, Jackson. És akkor elkezdtem jelentkezni könnyű zenei versenyekre is. És nyilván azokat is megnyerted? Igen, rengeteget. Képzeld, a harmadik helyezett soha nem lettem. Egyik versenyen sem. Vagy azt mondtad, első lettem, vagy második? Vagy második voltam, vagy külön díjas. Harmadik nem lettem soha. És mi a szerencse számod, ha van ilyen? 3-as. De tényleg erre még nem is gondoltam. Én készültem neked különböző dalokkal, és kíváncsi vagyok, hogy ebből hányat ismersz fel. Jó, nem biztos, hogy sokat felismerek, én valamit ismerem a dal, de nem tudom a címét. Nem baj, vagy a címe, vagy az előadó. Vagy ha énekel nekem, az is elég. 80-as évek retro. Nem lehet puskázni? Ne. Paterom biztos tudná. Na? Ez megvan. Oké, a dalom az megvan. Ez egy nagyon nagy sláger, most ez szégyen, hogy ezt nem tudom. Ki ez? Nem tudom.
úgy hívják, hogy Banana Rama és a Venus. Venus. Ívés Gwen Stefani. Gwen Stefani. Azaz, és a Let Me Blow Your Mind. Na, menjünk tovább. Ez nagyon régi zene. Ez Curtis Blow és a Basketball. Jó, ez nehéz volt, ez nehéz. Azaz. Oké, okay, mivel eszed a pizzát? Na, mi a zenekar, vagy a lánycsapat neve? Na, mit teszel a pizzára? Ketchupot. Ez az, last ketchup, és a ketchup tényleg az. Ez a, látod, a ketchupról írtak egy dal. A cím megvolt. Na? Groove, jó? Nagyon. Benne van az alcímében is az, hogy groove. Milyen zene ez? Funky. Ez az, funky groove, azaz. Funky groove, funky groove. Yeah. Funky groove, funky groove. Chef? Persze. Shoop, shoop song, azaz. Egyik legzseniálisabb énekesnő. Mary. Azaz, jó, jó, jó. Mi a további? Mary J. Mary J. És a harmadik neve? Mary J. Pás. Azaz, azaz, azaz. Nagyon jó. Nézzük, van még. Craig David. David, de nem Craig. Ó, ugyanúgy kezdett, mint a Craig David, David? A Let's Dance című dolog. Hát mert ez a Let's Dance? Craig David. Nem, David Bowie. Let's Dance, get on the floor. Hát akkor én a Craig David Bowie is benne. Na látod, David Bowie, az eredeti. Ezt ismerem. Segítsek! Segít! How G! How G! Na, jöjjünk tovább! Ha! OG! Hát ez én vagyok. De hajj, nem szeretem magam hallgatni. Nem szereted? Hát mi van, ha rádióban meghallod a dalodat? Hát akkor örülök. Főleg ér a szám. Hát nagyon szeretem hallani magam a rádióban, ha egyedül vagyok a kocsiban. Szoktad énekelni? Már dereng az új világ, és végül az leszek, mint magammal viszek, és nem felejtelek. Tölj ki a csendből, a sötétből, szeres szívből, semmi nem volt kár a percék, mi most céltél. Mit mondanál a gyerekeidnek, hogyha zenészek lennének? Hát, hogyha ők szeretnének zenészek lenni, akkor megengedném nekik, kezdjük ott a dolgot, csak ha szeretnének. Mindig azt csinálják, ami az ő szívükből jön, amivel igazán tudnak adni, és meg tudnak érinteni embereket, és el tudnak jutni emberek szívéig. Hát ez oda is erről szól. Igen. Tölj ki a csendből. Igen. Gergő, köszönöm az interjút. Én köszönöm. Remek volt.